Na csak nem bírtam nyugodni. Vettem egy kis farhalatot reggel a Tescóba. Kapott ilyen barbecue gyors palacot. Na, most várunk 4 óra. Jó kis szívófát dobtam rá. Most egy kicsit visszaveszek a húzatból. 50 perce büzölög, de már igen jó színe van. Nagyon buszta. Jó lesz, Balint. Jó lesz. Kristóf, jó lesz? Igen! Na, még a vége lehet majd barbecue-zni is, nem csak csilit füstölni. Hát most kiderül. Csinálunk egy hőmérést. Csonttól, ha bele tudnám bökni valahova. Na. Hús maga ma ilyen jól néz ki. Most megkenegetjük egy kis csilivel. Majd ide valamit teszek föl, vagy szerkeztek ilyen kis pakoló részt. Tervbe van. 61 fok. Hát följebb kell emelnem a hőfokot, mert ez így kevés lesz. Igen, lassan megy, úgyhogy most már meg is fog állni egy ilyen. Hát max 65. Na, megkenegetjük. Hát alakul a hőfok. 104 most már. Hát majd Kínából megjön ám ez a hőfokmérő. Nem tudom mikor. És lezártam a füstöt is. Ez már igen jó lesz. Mézes szósszal megkenve. Hát én mindjárt megeszem. Nem baj, hanyás. Ez igen jól néz ki. Hát már terveztem a festés, de elmaradt, helyette lett egy jó kis asztalka. Kis pakolós. Közben itt a barbecue farhát. Szinte már elégett, de ez csak a látszat. Belül még lehet, hogy nyers. Hát most már mióta? Azt mondja 4 óra, 5, 6, 7, hát most már lassan 4 óráig jöttem. Büzölök. Na hát lehet takarítani majd utána, az biztos. Elpucolva a masina. Itt pedig a húsi. Igen, jó lett.